beszélnem kell, de szerintem az összeállított blokkomnak nagyobb sikere lesz, mint ennek a beszédnek, van egy olyan érzésem. De én köszönettel tartozom, meg szeretném köszönni mindenkinek, aki eljött, és úgy gondolja, hogy gondolta, hogy támogatja az én hangszervásárlásomat. Továbbá szeretném megköszönni Versenti Kovács Józsefnek és zenekarának, Mennyert Éva, Magyar Nóta énekesnőnek és mindenkinek, aki csak egy kicsit is hozzájárult ahhoz, hogy ez a rendezvény létrejöhessen. Köszönöm a Poklade zenekarnak is, és a három tehetséges zenész barátomnak, aki segít nekem abban, hogy az elkövetkezendő számok azok úgymond igényesebben szóljanak, mint hogyha én most itt egyedül kolompolnék ezen a hangszeren. Igen, szóval került, hogy Peti Kovács Istvánnál kezdtem a tanulmányaimat, ami elég érdekes volt, mert én arra számítottam, amikor először bemegyek, hogy kezdő gyerek. Mit csinál kezdő gyerek? Mit tanul? ABCD rajtam kezdi, nem tudom, tehát ilyen hasonlókat is. És annak ellenére, hogy sok helyen próbálkoztam, és azt mondták, hogy nem érdemes velem zenei tanulmányokat, vagy egyáltalán zenébe fognom, zenetanulásba. Mi volt az egyetlen, aki azt mondta, hogy ide figyelj, öcsém, hogyha te hozzám jársz, akkor itt komoly dolgokat fogsz tanulni. És egy olyan erős alapot kaptam tőle, amit úgy érzem, hogy itt most a későbbiekben, ami itt a későbbiekben nagyon visszatükröződik, hogy az övé. Ezt pedig őneki köszönöm. Arra gondoltam most, mivel, hogy mégiscsak ez az én, nem csak az én javamra szól ez a rendezvény, hanem mindenkinek. Ugyanis aki az én játékomat szereti, annak azt is el kell mondanom, hogy vannak, akik azt mondják, hogy ez már művészi, nem művészi. Viszont én szeretném mindig művészi jellegűnek előadni azoknak, akik ezt szeretik és figyelemmel kísérik, ezért is van ez a rendezvény. Tehát lényegében éjjás, és ami még legfontosabb számomra az, hogy mindenkit, amit csinálok és tanulok, az elsősorban miattatok önökért, önök miatt, a közönségért van, és nem magam miatt, és nem magamért. Szóval. Számaimban olyan zenéket fogok játszani, amit nem minden nap hall a közönség. Viccesen megfogalmaztam a többi zenésztársamnak, a barátaimnak, hogy körbezenélem a térképet. Úgyhogy most először francia földre megyünk egy kicsit. Aztán orosz, majd román dallamokkal zárom a blokkot.
orosz blog következik, ez a Kalinka, ez már egyszer elhangzott, de most egy másik megközelítésben próbálom itt előhozni. Én mindig is szerettem a tamburát is, mint hangszert, de nagyon jó hangja van, nagy sok. Szerintem az egyik legszebb hangú hangszer a Bassprim. És ennek a megszólaltatója most Pávkovics István lesz, úgyhogy szeretném őt kérni, hogy... Ebben a zenében úgy érzem, hogy hallatszódni fog, hogy mit jelent az számomra, hogy Bassprim. Azért sem, mert megmondom őszintén, nagyon nehéz. Tehát
A rengeteg nagyon jó szerb harmonikás mellett igenis ott is megtalálhatók azok a harmonikások, akiktől érdemes valamit tanulni. Janika Minone, aki nekem egy ideje nagyon kedvenc harmonikásom is. Egyik példaképem is lett a sok többi között. Úgyhogy most tőle egy kis összeállítást.